Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok, a stúdióban pedig, ahogy már látták, nem lesz meglepetés, de hát már mondtuk is Szentpéteri Nagy Rihárd és Lendvai Ildikó. Jó estét. No, kezdjük ott, hogy az apa férfi, az anya nő, a benzinár meg 480 marad. Ezt tette ki a Facebook oldalára a miniszterelnök. A címe az volt, hogy győzelmjelentés Brüsszelből, az idézet tehát onnan van. Majd beszélünk magáról a döntésről is. Mit gondolnak erről a győzelmjelentésről? Hát tudtuk, hogy bármi történik, győzelmi jelentés lesz, és ha végül a ma hallott akadályokról szóló hírek ellenére a megállapodást megköttették, akkor ez tényleg jó hír mindenkinek, az Uniónak is, meg annyiban Magyarországnak is, hogy nem tettük ki egy szakító próbának se a magyar gazdaságot, se az európai egységet. De ami ezt a bárgyúcska, gügyécske, kis Facebook bejegyzést illeti az apa férfi, anya nővel, stb. Személyemben érintett vagyok. Én már egyszer ráfáztam egy ilyen örökre szóló ígéretre, a nem lesz gázáremelésről szóló örökbecsű sok évvel ezelőtti mondatommal. Nem úgyhogy... írta ki a miniszterelnök, hogy marad örökre 480 benzinek. Én se azt mondtam, az hogy marad örökre. De az apa úgyhogy, úgyhogy e helyről üzenem Orbán Viktornak, biztos lelkesen figyel rá, hogy mi mit mondunk, pláne én, hogy nem jó ilyeneket mondani. Mi lesz, hogyha holnap mégis föl kell emelni a benzinárát, nem kívánom, 500 forintra, akkor onnantól, bocsánat, de ki kell herélni az apákat, szóval miért kell ilyen leegyszerűsített, ostobácska módon beszámolni akár egy sikerről? Tudjuk, hogy azért, mert ez hat, ennek nyilvánvalóan van hatása, és szép számmal vannak honfitársaink, akik ezt kivéletlen kedvelik, ugye nyilvánvalóan attraktív az ilyesfajta megnyilvánulás, de ha már tényleg itt a miniszterelnök helyéről üdvözlünk, akkor én a miniszterelnök híveinek azért annyit talán mondhatok, nem, de alig, hanem az egyetértésünkkel, hogy ez a fajta ájult tisztelet, ami ezt a magatartást övezte, a miniszterelnök tegnap előtti magatartását, ahogyan a hívei már-már természetellenesen rajongva üdvözölték ezeket a bejelentéseket, hogy a miniszterelnök tehát elérte azt, hogy győzelmet aratott, hatalmas győzelmet, világra szóló győzelmet. El. Egyébként nem csak a hívei, a nyugati sajtó is cikkezett erről, a Dipresse, a Politico, Mark Rutte is azt mondta, Robert Fico azt mondta, hogy óriási győzelmet aratott. Igen. Nyilván abban van szlovák belpolitika is. Ezt akartam mondani. Tehát zárójel bezárva, de győzelemként értékelték Nyugat-Európában is, mert valóban kivívta azt, amit, sőt Újhely István is úgy értékelte. Árnyaltan értékelte minden esetre Újhely István, és az egészen bizonyos, ugye végülis a kritikám erre vonatkozott, hogy ez ennek történetesen a rezsicsökkentéshez kevés köze van, hiszen itt az olajról van szó. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a bizottságnak két héttel ezelőtt hasonló javaslata volt végtere is, tehát amit elérődött a napokban az végtere is az, ami eredetileg is volt, csak éppen elhúzódott, tehát Orbán Viktor tulajdonképpen kerékkötője volt ennek a megállapodásnak, és ugye, ahogyan beszélhettünk erről korábban, minden nap számít Putyinnak voltak éppen, úgyhogy minél tovább húzódott ez a dolog, annál jobban szolgálta az orosz érdekeket. Hogyha minden esetre tételezzük azt fel, hogy a magyar érdekek szolgálatában járt el a miniszterelnök, akkor is azt kell mondanunk, hogy azért kellett így eljárnia, mert az elmúlt 12 évben nem sikerült leválni voltak éppen az orosz olajról, nem sikerült több forrássá súvá tenni a magyar energiabehozatat, holott ez nem az országnak a kifejezett igénye volt, hanem a miniszterelnök kifejezett ígérete volt. Ez 12 évvel ezelőtt, sőt már korábban, még ellenzékből is, ez megígérődött. Úgyhogy az, hogy idáig jutottunk, és hogy ezeket a harcokat, ugye, ahogy a kormányzati kommunikáció az ilyesmit nevezi, ezeket a harcokat meg kellett harcolni, az mindenek előtt annak a következménye, hogy az elmúlt 12 évben nem, hogy semmi nem történt a tekintetben, hogy leváljon Magyarország az olasz olajról, hanem ráadásul ennek az ellenkezője történt, ugye számtalan módon sikerült Magyarországot évekre, évtizedekre, sőt alig, hanem a Paksot ideértve akár egy évszázadra is az orosz érdekekhez kötni. Ez nyilvánvalóan különös magyarázatot igénylő kérdés, és hogyha ebben... A magyarázat az megvan rá, a magyarázat az az rá, hogy így lehet, ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés, ha van orosz olaj, akkor van rezsicsökkentés. Ez az olajra vonatkozik, és ahogy Rihárd mondja, az olajnak semmi köze nincs a rezsicsökkentéshez. Igen, csak akkor befejezve röviden, tényleg az utóbbi egy napban rengeteg dolog történt ebben a kérdésben, ugye délszláv partnerekkel tárgyalások folytak, és ezek nagyon biztatóak, ugye eredményeseknek látszanak, csak ugye éppen erre 12 év állott rendelkezésre, és azt kell mondanunk, hogyha azt feltételezzük is, hogy Orbán
Viktor valóban azért ment oda, hogy a magyar érdekeket képviselje, és ebben sikert ért el. Az a fajta ájult lelkesedés, amely ezt övezi Magyarországon, mert a Robert Fico véleményét engedelmünkkel talán mondjuk kritikusan kezelhetjük. Ez nem is igazán természetes, nem is igazán a magyaros észjárás, hogy az Orbán Viktor szokta mondani. Ez egy keleties gondolkodásra valló, különös lelkesedés a politikai vezető, a vezér iránt, és ez minden esetre nem természetes, azt nyugodtan mondhatom. Azzal együtt, hogy mindennel egyetértek, amit Richard mond, főleg az elmúlt évek mulasztásával, hogy ilyen egyoldalú függőség alakult ki, azért azt változatlanul úgy gondolom, úgy gondoljuk mindnyájan, hogy pozitív dolog, ha van egy ilyen megállapodás. A másik útja Orbánnak, és elindult ezen az úton is, hogy semmiféle uniós, egységes embargó egyesség nincsen, hanem majd külön-külön az egyes országok, mínusz Magyarország döntenek valamit. Ez rosszabb lett volna nekünk is, mert végképp páriává tett volna a következő időszak tárgyalásain, és rosszabb lett volna az uniónak is. Tehát én örülök, ha ez a megállapodás megköttetik, de két mondat nálam is hozzátartozik, azokon a mondatokon túl, amelyekkel egyetértek, és amit elmondtál. Az egyik, hogy ez az ajánlat lényegében két nappal az embargós javaslat megszületése után már megvolt. Május 4-én vetette fel ugye az Európai Bizottság elnök asszonya az uniós embargó ötletét. Hát lehetett olvasni, most is lehet a visszaemlékezésben, hogy május 6-án megkapta Magyarország azt az ajánlatot, hogy de ő csövön továbbra is kaphat olajat. Igaz, ott az volt, hogy 3 évre, most meg az van, hogy majd később majd megállapodnak, hogy meddig. Igen, most júniusban vizsgálják fel, legalábbis már. Igen, magyarán annyi történt, ez jó, hogy úgy írják alá a megállapodást, ha aláírják, hogy az igazán kényes részről a tárgyalás hátra van. Ez nem von le a mostani megállapodás fontosságából, csak tudni kell, és ez a második gondolat hozzá, amit mondani szerettem volna, hogy most jön a neheze. Mindnyájunknak, ellenzéknek és kormánynak ki kell dolgozni azt a tervet, hogy belátható időn belül, ha ez 3 év, mint eredetileg ajánlották, 3 év, ha 3,5, akkor 3,5, ha 2,5, 2,5, hogy válunk le ettől a függőségtől. És ez az, amire kéne egy cselekvési terv, a parlament által hitelesítve, és ezt nem látom. Ráadásul még egy aggodalom. Bocsánat, Szijjártó Péter tegnap gyorsan cselekedett, mert ahogy megvolt a megállapodás, már bejelentette, hogy délután már tárgyalnak is a horvátokkal, majd nem sokkal 3 óra után bejelentette, hogy megvan a megállapodás a horvátokkal. Ez nagyon helyes, akkor viszont nincs szükség 3 évre. Ha valóban ezt pótolná, mint ahogy nem pótolja azt, ami most kiesik, akkor nem kéne a 3 év. Akkor mondom én, hogy minek az egész cirkusz, ha ez ilyen egyszerű. Tehát van itt még munka, de a legfontosabb, de úgy szól, hogy én attól tartok, hogy a tegnapi bizonyosságig megalapozott, némileg árnyalandó sikerjelentés után valaki beleköpött a levesbe, azt a valakit Putyinnak hívják. Szerintem itt történhetett egy szemrehányó telefon Orbán mire felé. Mire arra gondol, amit én mondtam a nézőknek a beköszönésben egy arra. Félmondattal, ez egy egészen friss hír, és nincs megerősítve, tehát ezt legalábbis hivatalosan nincs megerősítve. Jön a mai adásban Donát Anna EP képviselő, és meg fogom tőle kérdezni, hogy mit tud erről. A hír úgy szól, a HVG írta meg az urológustól, meg hát egymást teljesen független sajtóhír, hogy Magyarország ma továbbra is blokkolja a 6. szankciós csomagot, nem a kőolaj miatt, arról megszületett a megállapodás, hanem azért, mert Kirill Pátriárka, az ortodox egyház feje, vagyonbefagyasztással, beutazási tilalommal sújtott személyek között van ebben a 6. szankciós csomagban. Orbán Viktor egyébként korábban ezt mondta, hogy ha Kirill Pátriárkát nem veszi ki, akkor blokkolni fogja, csak mostanában nem hallottunk. Hát persze, erről. De hát ez most csak időhúzás, azért ne felejtsük el, minden nap sok tízezer dollárt hoz Moszkva és Putyin konyhájára, amíg még hát a régi módon történhet az olaj eladás. Szerintem kapott egy olyan, ha ez a hír igaz, és hát azért sokfelől már erősítgeték, ha ez a hír igaz, akkor itt megint kijárt pár nap haladékot Putyinnak Orbán az ő kérésére, nem megnyugtató. Ez egy újabb front lesz most? Egy újabb?
Egy újabb front lesz most? Hogyne, hát igen, ezt abból ugyanúgy értékelhetjük. Valóban a korábbiakra visszatérve azért annyit érdemes talán elmondani, hogy tényleg itt az időhúzás valóban Putyin érdekében állott. Vagyis az a magatartás, amelyet a magyar kormány az elmúlt hetekben, és akkor csak az elmúlt hetekről beszélünk, követett, az orosz érdekekben állott. Ez egy orosz érdekben folytatott tevékenység volt. Most ez, hogyha ez a hír igaz, amiről korábban is tényleg lehetett hallani magától a miniszterelnöktől, de köszönjük szóval a közönségnek legnagyobb része alig, hanem nem vehette igazán komolyan. Maga de... se, hiszen tegnap már győzelmet hirdetett. Valóban, inkább komikusnak lehetett ezt érzékelni, ezt a fajta bejelentést, hogyha ez valóban így van, de hát a megerősítésre természetesen várunk nagyon, akkor ez nyilvánvalóan ugyancsak orosz érdekeket szolgál, úgyhogy itt lehullott a lepel, ennek ellenére ájult rajongással ünneplik ezt a fajta megállapodást és a miniszterelnök magatartását. Benzinár, egy picit az embargótól elszakadva, Szentpéteri Nagyrihárt hoz a kérdése, várható egy jogi procedúra, egy újabb kötelezettségszegési eljárás a kettős árazás miatt? Természetesen, hát ez alapvetően ellentmond az Európai Unió alapértékeinek. Tehát nyilvánvalóan ez így, a 21. században az Európai Unióban ez így nem történhetik meg. Hogy aztán, hogy a processus mennyire fog elhúzódni, azt természetesen meglátjuk. Hogy még mi várható, azért egy valamit ne felejtsünk el, még egyszer nem kétségbe vonva, hogy jó volna, vagy jó dolog, ha megtörtént ennek az egyességnek a születése, és ebben benne van Orbán, és benne van az Unió is, a, mondjuk így sikerben. De az embernek végig az volt az érzése, hogy Orbánnak az igazi célja a Putyinnak kijárt haladék, és mellett az, hogy összeköthesse ezt az embargó kérdést és a benne rejlő zsarolási potenciált az uniós helyreállítási alapok igen. Magyarország számára való. Itt a jogállamisági mániózus, ezt egyébként határozottan cáfolta a kormány, múlt héten itt volt Dömötör Csaba államtitkár, azt mondta, hogy az egész egyszerűen nem igaz, ugye a politikó írta ezt meg, illetve ellenzéki képviselő. Hát azért józan észre is tudjuk, hogy Orbánék most mindent arra tettek fel, most ezen az embargós vitán túl, hogy azok a források megnyíljanak, mert tényleg istentelenül nagy baj van, ha nem nyílnak meg. Ez nem sikerült láthatólag. Igen. Magyarán a meccsnek ez a fél, nem csak az a meccs fél idő van hátra, hogy hát akkor most meddig is tart ez a haladék, és hogy tudjuk majd kiváltani, amit ki kell váltani, hanem egy másik meccsnek is hátra van, nem is csak egy, hanem mindkét fél ideje, hogy oké, de akkor csinálunk-e végre valamit a helyreállítási alapok és a jogállami eljárás lezárása érdekében. Hát valószínűleg sokat beszélünk még majd arról is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.